Get ready. We sail tonight for Singapore, where all this matters, having us here. I've fallen for a tawny moor. Took off to the land of Nod, drank with all the Chinamen. Walked the shores of Paris, I danced along the colored wind. Tangled from a rope. Elején egy dolgot azért el kell mondanom őszintén. Vagy inkább egy rövid történetet. 90-es évek első fele. Van két barát, meg egy leány. A két barát elég jóban van egymással, mind a kettő szeretné a leánnyal is jóban lenni. Mindenhogyan, minden irányban van kölcsönös szimpátia. A fiúk történészek, a lánynak jó a nyelvérzék. Már úgy érzem, hogy nyelvszakos. Tehát bölcsészek vagyunk. És végül már elkerülhetetlen lesz, hogy szintvaljon a leány, és egy ilyen belvárosi házi buliba az est vagy az éjszaka egy pontján már egy ilyen nagyon húzós popkulturális és nagyon fontos popkulturális vita végén. Végül is ez megtörténik, és azért ránéz az egyik fiúra, és azt mondja, értsd már meg, te vagy a closing time. De értsd meg, ő meg a Rendax. Aztán összeházasodott a Rendax-szal. A Closing Time meg fölkonferálja a Rendax-t Kis Tibivel. És ha már a Rendax, akkor te emlékszel az első érintésedre? Tom Waits kapcsán? Mert ahhoz, hogy valaki egy elhivatott módon még egy ilyen tribute zenekarnak hívhatjuk? Egyébként ennyire negatív sztorit Tom Waits-szel kapcsolatban, mint a te Closing Time-od, mi nem hallottam, sajnállak nagyon. Tehát az a helyzet, hogy mi ilyet nem is akartunk csinálni, hanem egyszerűen van egy közös barátunk, Podlovics Péter, akinek a mániája, hogy elhívja Tom Waits-t Magyarország, de nem sikerül, és ez inkább megunta és csinált egy olyan zenekart, amely eljátsza azokat a dalokat az általa kedvelt zenészekből. Egyszeri alkalomra csinálta meg. És annyira jól sikerült, meg jól érezte ő magát, hogy utána a következő évben is megkérte ezt a csapatot, hogy ezt tegye meg. És ez a 3-4-5 koncert évente, az pont arra, hogy mindenki egy figura, mindenkinek van saját bandája, meg külföld is van benne, az Ian Seagal, meg a Ripo Frasconi, félkülföld. Tehát, hogy ilyen más dolog, és ez egy örömzene, ami a dal, a Tom Waits dal csokor keretein belül, meg azon a feelingen belül valahol játszadozik a lehetőségeket. De igazából egy ilyen varacskos blues zenekar, mert legtöbben olyan bluesisták abban a csapatban. És az első találkozás, meg pont itt az előbb egy ilyen kérdezte egy ilyen úrember egy ilyen riportba, az nekem úgy történt, hogy 16-17 éves korom körül, 16 éves másodikos, harmadikos gimnazista korom körül jártam rajzolni külön egy ilyen szakkörbe, Dunaújvárosba, egy ilyen pincehelyiségbe, a Kortárs Művészeti Intézet alatt, és akkor egy ilyen rajztanárbácsi tanított minket rajzolni, volt modell, meg 4-5-en rajzoltuk a modellt, meg a gullákat, meg ezeket a dolgokat. És az egy ilyen pincerendszer volt, és hátulról ilyen, jött egy ilyen zaj, ami később kiderült, hogy ez a Tom Waits-nek, ez a Rendax című lemeze volt, és annyira izgalmasan szólt, hogy hátra mentem, hogy mi ez, és ott volt egy kortárs képzőművész, nevét is ismerem, Lipics Vilmos, és ő hallgatta ezt a zenét, és tőle kérdeztem meg, hogy mi ez, és azonnal megjegyeztem, és utána beszereztem, mert hogy ilyen nagyon, nagyon izgalmasan szólt, főleg a hangzás, meg ez a recsegés, ropogás, ezek a polkás, balkános, mégis country, nyugati világ ízek is. Tehát, hogy ilyen jó vegyes valami volt, ilyen feeling, és jó szutykos. És akkor ezt megjegyeztem, ott találkoztam először, tehát utcazajként, hát inkább pincezajként. De ott is vette fel egyébként ő is. Ilyen alaksorban, New Yorkban. Ez simán lehet, de ez még rá is dobott a hangulatra, hogy még az akusztikai környezet, a lehallgatásban is ebbe voltunk. Úgyhogy... De hogy a pince az hatott azért vissza. Akkor te mit hallgattál egyébként? Hát nagyon sok minden, 12-13 éves korom, kb. Akkor kezdett érdekelni, mit hallgatok. És utána jártunk ilyen haverokkal, ilyen... Hát egy haverom volt, akit erre rá lehetett venni, a Gapcsi Blues Klubba, Dunaújvárosba. Egyedül ketten ültünk mindig, pedig azt hitte a illető, hogy ezt ilyen idősebb embereknek csinálja ezt a Blues Klubot, és 2-13 éves ült ott állandóan, és hallgattuk az ilyen 20-as, 30-as évekbeli bluesokat. Meg a, ugye, tehát a,
a rock, a blues, a soul, ezeket a zenéket a bátyám révén került be a háztartásba, és akkor én is melléktermékként fogyasztottam ezeket a dolgokat, és aztán pedig igazából nagyon sok minden a francia chansontól, mondjuk nekem ugyanúgy tetszett, mondom, Marlene Dietrich, mint mondjuk a Sex Pistols, meg a Elvis, meg mondjuk a Frank Sinatra, de ugyanakkor az Iggy Pop, meg az angol száz új hullámos zenék, de nagyon sok minden. Mindegyikben ugyanazt a fajta ilyen egyszerű utca nyelvet, vagy utca, ilyen folkos valamit kerestem, ezt az urbánus dalos, de mégis azért ilyen nagyon erős expresszív muzsikák ezek, amit hát akkor kamaszkoromban nagy sűrítve felszedtem magam, és a Tom Waits is ebben volt. Akkor én kerestem egyébként az izgalmas ilyen zenéket. És ehhez képest akkor gondolom a Tom Waits-et előhallgattad, meg utána hallgattad, tehát egy helyre állt az univerzum, onnan bepotolgattad az előtte lévő lemezeket, követted az időben érkezőket. Igen, van egy-két olyan, mint a Tom Waits, egy pár olyan művész, akinek gyakorlatilag azért nagyjából úgy az elejét is ismerem, meg ahol tart most, tehát úgy nagyjából ismerem ugye a lemezeit, meg a dalait. Ez nem olyan sok egyébként. És ő nála az a kíváncsiság, azt fölkeltette, hogy én kíváncsi voltam, hogy ő ezt honnan jött, milyen mennyi zenei kalandból, hogy lett ez az egész, és igen, őt viszonylag jól ismerem, de őt sem ismerem annyira, mint egy rendes zenerajongó szerintem. Mondjuk ez a lemez, ez a Reindex a saját privát Tom Waits univerzumodon belül hol van? Ezt nem értem. Fúha, ez... Melyik? Holdam? Vagy... Hát, hogy azok között a lemezek közül, amik érdekelnek, hallgattad, megértékeled tőle? Ja, hát én azt mondanám, hogy az öt legfontosabb lemezben biztos benne van. Azért is hoztam ezt, mert ezt még viszonylag ismerik, meg nagyon sok mindent lehet róla beszélni, mert nagyon sok világot nyit ki az ő lénye tulajdonképpen. Jó, akkor azt javaslom, hogy kezdjük el hallgatni az ő világát. Jó, és akkor... Egyébként annyit igen. Még hozzátettek, nem akarom ellopni a sort, hogy azért is volt érdekes, hogy én ezt a lemezt hallottam meg, mert ez már ugyan a 9. lemeze, de ő egy ilyen bárzenészként indult, egy extrém bárzenész, és úgy később rakottak rá a rétegek, és később lett állt össze ez a figura, kicsit mint a Picasso, hogy körbejárt azért sok mindent, azt egyszer csak meglett. És ez a lemez már annak a gyakorlatilag már megvan a figurája, tehát ez már az. Ja, hát a Closing Time-on indult, tudod. Hát, de az még egy ilyen, hát ez egy még egy, aki a, nem tudom, hogy valaki ismeri, akkor azért tudod. My time went so quickly, I went lickedly speakly, és egy ilyen szép... Mennyire jó volt ez? Egyébként szép a Closing Time, az elem az is nagyon szép. Nem mindenkinek, nekem az is szép az. De tudod, mi a durva? Azt mondtad, hogy negatíve minden, valójában az a döbbenetes, hogy működött. Tehát, hogy ilyen személyiség meg... Ez már lehet, hogy a felvétel. Ez egy réndag. Szóval, hogy működik a személyiség megítélésnél, úgy tűnik. De, elég. És nagyon örülök, hogy meghallgathatom, mert én is nagyon régen hallottam ezt a lemezt, és direkt nem hallgattam meg, hogyha most itt úgy is meghallgatjuk, és jó minőségben, akkor úgy csinálják. Rendkívül egzotikus ennyien hallgatni egy lemezt, egyébként. Fura. Igen, azt szoktuk mondani. Olyan, mint a playback-elnénk. Kicsit színpadon vagyunk, közönség is van, de mégis van a szózen. Zenés áhítat. Így szoktuk hívni magunk között. Leginkább arra hasonlít. Azt akartam kérdezni, hogy miért van ennyire béna a vége, de ezt most nem a Time-ra gondoltam, hanem az előtte lévő, a dalzárlatokra. Miért béna? Ez ilyen folyamatosan fél, elhalkul, abba marad, ezt gondolom, hogy direkt csinálja. Ja, hát nem tudom, hát... Így természetes. Koncepció. Nem, így természetes, de nem tudom, hogy mi volt a rossz. Nem figyeltem pedig, rendben volt a harmónia, meg minden. Nem csak próbálom cinkelni, tudod. De hogy ugye elég természetes. Tehát azt nem lehet úgy, hogy valahogy akarom csinálni, hanem úgy hagyni kell talán, hogy tényleg, hogy csak sikerüljön úgy, ahogy van. Ja, ezt egyébként mondta a Mark. Nem kell különlegeset csinálni. Ribó nevű gitárosa, akit erre a projektre hívott be, aztán maradt vele, hogy mint producer is így dolgozott,
nem nagyon volt előkészülés, hanem ott van, mint hogyha úgy emlékszem, hogyha megmutatta volna, hogy mit akar, és akkor újra játszották a zenészet. Ja, nem kell. Hát nagyon sokszor benne van ez az ellenendő, ilyen ösztönös, hát hallani a dobokon, meg mindegy csomót őt dobol föl, meg ugye Mark Ribó is fölgitározik ilyen feelingeket, aztán össze-vissza vagdossa, aztán ő nem is ismeri meg, hogy mit gitározott. De egyébként meg ilyen személygyűjtő azért valahogy ez a... Tehát így begyűjt, hát ő begyűjti ezt a sok zajt meg koszt, és így van a fejében egy elképzelés, de én amit láttam tőle, mindegy elég lazán kezeli a dalszerkezetek, mert hogy a dalt úgy hangzásba azért, akkor éppen lehet, hogy az volt a közelbe, mit tudom én. És ez szerintem jó ötlet. Tehát, nem, tehát hogy ilyen abból főz, ami ott van, meg csomó extrém dolog volt benne azért. Most én úgy kategorizáltam magamban ezen a ketté vált két típusú dal, az egyik a színház, a másik meg a dal. Tehát amikor ő dalt énekel, meg dalt él, vagy ugye Keith Richards-szal közös volt ilyen, meg a Time nyilván. De hogy többiben benne van a színház, meg a nem tudom mi. A kettő között is, tehát inkább ilyen, között, tehát volt benne két-három kifejezetten ilyen színházas hangulatú szám, ami ezt a Kurt Weill-es brektes világot hozza vissza, Koldusopra. Ilyenek volt, ami ilyen country-szerűség volt, tehát volt, ami a, ugye, Time, és ezek ilyen klasszik, ilyen dalok, ilyen szép, kicsit inkább folkosabb ízű, tehát nem lehet, le lehet így bontani, hogy tudod, hogy mik vannak benne, de ezek már úgy hozzánőttek az emberhez valószínűleg. Ja, így teljes egy csomag, csak azt akartam kérdezni, hogy hozzá detektálod, hogy melyik áll közelebb? Melyik típusú? Hát ebben még rengeteg van ezen kívül, ami hallatszik ennyire direkt módon. Tehát az hogy nincs ilyen, hogy melyik áll közelebb hozzám, de azt szokták mondani, hogy általában ez egy dalszerző olyan 3-4 fajta dalt tud már írni, az már nagyon jó. Tehát általában vannak ilyesmi dala, ilyesmi, tehát megvannak a karakterei, meg azokon belül is átjárás, meg a súlyozás, hogy miből mennyi mennyiség van, de hát nagyjából azért valószínűleg ő nem fog, mit tudom én, az NSYNC-be nem tudna beszállni így ezzel a hozománnyal, ami neki van, de hogy valahogy úgy magát csinálja nekem ez a figura, és így a dalok úgy jönnek át rajtam, tetszik. Mondjuk egy Justin Timberlake Tom Waits feldolgozást azért megnézni, ha már itt tartunk. Egyébként a Scarlett Johansson csinált. Ezt hallottad? Ezt hallottam. Bájos, nem túl jó, de bájos. Bájos. Okay. Tehát nyilván egy csomó minden hat egy zenészre, akit most konkrétan te vagy, az élete során felszívsz mint a szivacs egy csomó hatást. Na mondjuk azt itt észreveszed, hogy mondjuk, hogy tudod, hogy Tom Waitsnek mit köszönhetsz? Hát tudom, hogy mikre feszültem rá, meg erőltettem, meg csomó olyan dolgot, meg hogy mit tanultam tőle. Az, hogy kreatívan bátran gondolkodni hangzásokról, zenéről, bármit lehet használni, soknak, nem csak neki, de hogy valószínűleg ez a olyan dolgokat vonzunk be, azok szimpatikusak számunkra, és ahol úgy érzünk, hogy van valami keresnivalónk, vagy valami hasonló bennem is létezhet, és ő már járt ezen az úton. És mondjuk, ha Tom Waits felsorolja a kedvenceit, mondjuk azt a 80-at, akit felszokott, de néha csak 5-öt, abban is van külön-külön olyan, amit én is nagyon bírok. És hogy ezeket valahogy begyűjti az ember, ezeket az energiákat, és tud élni velük. Vagy nem tudom, hogy ez hogy van, de ha ilyen ösztönösen rárakódik az emberre szerintem. Amikkel foglalkozik, gondolom. De nem tudom. Csak gondolom. Nem tudom, olvastam, egy kritikus írta, hogy olyan, mintha a Koldus Operát a Honey Wolf énekelte volna. De közben meg nagyon egyszerűek a formák. Tehát nagyon egyszerűek egy csomószor a formák, csak az, hogy ahogy szól, ahogy van, itt hiszem, amilyen hangszerek vannak benne, tehát azért mondjuk a marimba az nem egy általános hangszer, mondjuk általában ilyen rockzenébe vagy popzenébe, tehát azért kevés, itt egy századik rockdabba vagy popdabba, vagy inkább ezredikben van talán marimba. Már a hangszerelésben is van egy-két olyan kis cukiság, ami viszont visszavezet ugye minket az ősi afrikai világhoz, ami szintén ott van a nagy ősi ösztönzene, ami ugyanakkor meg sokkal közelebb van a való, vagy az eredendő zenei dolgoknak az emberiség történetében, mint mondjuk az, hogy nincs benne marimba. Hiszen az afrikai zenének, a ütős hangszereknek a fele olyan, mint a marimba, nem? Ő meg meri használni még, na, ennyi. Ez az egész lemezjátszó egy sorozatot a David Bowie-val kezdtük, meg az Iggy lemezzel. Akkor játszik a Tonight-ot. Azon gondolkodtam, hogy
az a persona, amit hallunk, az ő maga, vagy ez egy Tom Waits előadó? Nem lehet tudni, és már nem is fontos, hogy mi magunk vagyunk, vagy csak valakit előadunk az életbe. Tehát körülbelül ilyen kérdés. Ez egy művésznél is körülbelül ilyen, hogy valószínűleg, ami nem önazonos, hosszú távon nem viselhető, és leválik rólunk, azt gondolom, ami nem. De gyurmázhatjuk addig magunkat, hogy magunkra erőltetjük, az is lehet. De hogy ami jól is elmondjuk, az már kevesebb dolog. És hogy szerintem ez a kettő már összemosódik. Hogy ő mivé szeretné fejleszteni, gyúrni, meg egy sportol. Hát ha most, mit tudom, gátfutó szeretne lenni, akkor arra edzene, gyúrna, aztán érted. Szerintem valahogy így van, így lehet ez is, hogy neki tetszettek figurák, tanult tőlük, rakta össze önmagát segítséggel ezekből a dolgokból, úgy találhatott magára. De én ezt így gondolom általában, tehát nem csak róla. Egyszerűen néha összejön az, hogy valaki jó figura is, meg jó dalokat is ír, mert van egy aki jó zenész, jó dalokat ír, de nem botrány a figura, de néha összejön ez. Egyébként ez is ízlés kérdése, mert a Tom Waits-szel azért jó pár ismerősömet ki tudom kergetni abból a helyiségből, hogyha összezárom vele, tehát nem minden barátom bírja elviselni, és ez érthető is. Nekik mi a kifogásuk? Hát poposabb az ízlésük. Tehát, vagy mit tudom én, tehát ez túl koszos, vagy túl retek ahhoz, amit ők szeretnek. Szilárd mondjuk, az zongoristák mondjuk, őt szerintem őt kiverni a víz, hogyha neki mondjuk meg kéne hallgatni most ezt két órán keresztül, lehet ezt a lemezt, lehet, hogy sok lenne neki. De ugyanakkor meg lehet, hogy érdekes, és sose tudja az ember, de nem lenne a kedvenc lemez, az biztos. Mit hallgattok turnébuszba? Hát sajnos nem tudunk közös nevezőre kerülni, ezért általában inkább filmet nézünk. Zenés filmet? Hát már az is neccesebb, hogy most akkor a Blues Brothers, vagy ezért, nagyon nehéz. Inkább ilyen skifit, meg ilyen gyilkolászos filmeket, ami így kilazítja az embert, így kimozdítja. De nem művész filmeket, az nem nagyon engedi a hátsó sor. Hát jönne a Zsák Tati filmjeivel a Dodi mondjuk, és hát most ez nem fogja megengedni a zenekar fele. De látod, mennyire karakteres dolgokat kedveltek? Hogy nincs mindig átjárás mindenben. Persze, halmazok vannak, amik itt-ott metszik egymást, és akkor általában az jó, ami mindenkinek valamennyire tetszik. Vagy bizonyos mennyiségben. Ez jó, amit puzzle, bonyolult, többdimenziós puzzle. Mondjuk a Braindox koncerten milyen típusú dalok adják a legnagyobb halmazt? Amiket válogattunk, hát amit el tudunk játszani. Tehát ez egy őszinte válasz volt. Ugye? Egyébként elég jó zenészek vannak benne, és elég sok mindent el tudunk, mert az zongoristától elkezdve, de hogy meg amiket igazából mi szeret, tehát amit jó így koncerten nyomni, tehát nagyon sok olyan van, mi picit durvában játszunk, egy picit ilyen klubosabb, nem ennyire experimentális színházas, és néha van ilyen is olyan is. Tehát azért mindenki marad a saját hangszerénél, hangszíneinél, tehát ez nem írjuk magunkat át erre a műsorra, csak úgy megpróbálgatjuk eljátszani a dalokat, de hát nem is szoktunk próbálni. Hát az első koncertünk az úgy volt, hogy a főhős az leszállt a repülőről valamikor 7:30, 8:00, 8:00-kor, és 9:00-kor kezdtünk a hajón. És akkor megjött, hogy ő lesz az énekes, meg hogy milyen számok lesznek, gyorsan el kellett firkálni ilyen papírra, ilyen műsort 9:10-perccel, Jockey full of bourbon, igen, meg, te játszott, hát én soha nem játszottam. De mindegy, jó, és akkor gyorsan megy a telefon, meg így nézzük meg, vagy hogy. És így volt az első koncert, hogy így ott találtak, hogy ki mit játszik, és közben tanultuk meg. Bocsánat, nem a mikrofonba beszélek. Tehát mi lazán nyúlunk ehhez az életműhöz, nem a tiszteletlenségből, hanem nem akarjuk plagizálni őt, hanem csak a dalokat használjuk, meg ezt a feelinget. Tom Waits tud rólatok? Hát én azt onnan tudja. Tehát... Most, hogy így kérdezem, mintha a Seagal-nek az egyik lemezét hallotta volna, és méltatta volna. Azt lehet, hogy a Seagalt ismerik, mert a Seagal az ő kategóriában egy ismertebb név azért ebbe a korosztályába. Bocsánat, ez a 40-es fiatal, az még bluesban, ugye még fiatal karrierben. Ő egy jó nevű, őt lehet, de én nem hiszem. Meg egyszer álltam a Tom Waits háza bejáratán, de nem mentem, nem mertem bemenni. Olyan ciki lett volna. Már hogy ahol lakott? Igen, már a Kaliforniában voltunk egyszer kint a akkori kedvesemmel, és akkor jó pár hétig meg autóztunk, végigmentünk Kalifornián, és akkor voltak ilyen már,
Hát, hogy nem ilyen múzeumokba mentünk, menjünk mondjuk el a John Frusciante házához, ez persze a Csajon mondta. És aztán utána meg el kellett menni a Red Hot Chili Peppers gitáros, a John Frusciante, föl a Mulholland Drive, tudod, és akkor, és a másik ki az énekes, hirtelen akartam mondani a Red Hot Chili-be. Anthony kiedészkez is. Szóval, na jó, figyeld, Malibu-ra, és oda is elmegy, de akkor el kell menni a Tom Waits házához is, és akkor csak így buliból elmentünk, hogy milyen környékel, amik szép dombok vannak, meg minden. De ennél közelebb nem voltam. Az sem volt biztos, hogy otthon van. Tehát... De meg szeret, tehát jó az a környezet, ahol élni a klassz. Hát Amerikán belül egy nagyon jó hely. Nick Holmynak van egy Master and Juliet nevű regénye, olvasta valaki? Oh, na, okay, én azt olvastam. Olvasta. Na, abban van, úgyhogy egy WC-be kezdődik, mert ott látták utoljára a hírót. Valahol Minneapolisba. Lepen volt WC-be, aztán azért mennek át a pár Angliából azért repül át, hogy megkeressék, és akkor dögbe is mennek. Nagyon bátrak voltak. Hát igen. Mondjuk az arról szól, hát én elszégyeltem magam ott előtt. Az egy dolog, hogy a toporgok a csajom miatt, az Anthony Kiedis háza előtt, mellette meg a Cher háza, és mondom, hogy kurva ciki, azért itt állunk, itt van, celeb vadászok, de nagyon ciki, és akkor erre még elmentünk oda, hát ugyanolyan hülyén éreztem magamnak. Az a helyzet TV, hogy fiatal magyar zenészek meg a te házad előtt játsszák el ugyanazt. Ez így, tudod, működik. Na jó, akkor... Naksza benzinkutasok cigiznek, de nem nagyon jön arra semmi ismerés. Jó helyen. Nem zenéltünk, pedig megígértünk. Nem tartalak vissza. Csak hogy mennyire egy picit, akkor bekapcsolt ezt a nagyon drága márkás mikor. De csak azért, mert ebben a világon éppen ami elénk kerül, azt használjuk. Tehát ezek ennyire ilyen egyszerű dalok egyébként, csak nagyon jól szól. Hát nyilván nem akarom azt csinálni, mint ő, de nagyjából. And a smart man is in Harlem, and moon is in the street, shadow boys are breaking all the laws. Hát ugye nehéz most így. Ez így is úgyis szép, nélkül. Anélkül is, hogy ilyen durva lenne. De van egy kettő dala, ami a hangzás nélkül már nem értelmezhetetlen. Vagy ez? Ez az lesz, ez a Raindrops lesz a sláger, ez az egyik sláger. Ez, ez lesz a dal. Egyedül ezt így nem kezd el zenész ilyet játszani. De ott mindig ugyanoda jutunk egyébként, meg a Radioheadnél is, bármennyire is a technológia, meg a hangzás az mindenhol fontos volt, meg újszerű, meg nem tudom én, de hogy az egyszerűség az mindenhol bejön. Hát én nem fogom tudni megértetni a Tom Waits, de egyáltalán nem arról van szó, hogy a technika így vagy úgy fontos. Tehát éppen azt akarom mondani, hogy olyan hangokkal és hangszerekkel játszik, tehát ezek vannak, tehát ezek hangokat adnak ki, tehát ez nem olyan bonyolult, tehát és akkor van egy új hang, akkor az is, de hát most úgy túlihegjük ezt a technikát, tehát hogyha éppen cselló vagy akármi hang, vannak hosszú, meg rövid hangok, meg közepesek, kongósabbak, üvegesebben szólok, ilyenek olyan, ezek inkább ilyen hangulatok, hanem vannak olyan hangok, amikhez tudunk már kötni történetet. Tehát egy zongora hangja, ez már nagyon sok mindent hordozott. Egy mai friss hang még nincs. Tehát egy mostani ipari zajban még lehet, hogy nem hallod azt a romantikát, nem fűz hozzá annyi dolog. De nem tudom, lehet, hogy ez is hülyeség. Nem, ez most... Ez inkább ilyen filozofálgatás erről. Na, nekem tetszik, amit mondasz, csak a Milko Visonti pont az ellenkezőjét mondta. A Milko Visonti pont az ellenkezőjét mutatta a részben, akkor az a Depeche mód volt. Songs of Faith and Devotion, és hogy lehet ilyen csőhangokból összehozni a spirituális hát inkább az van, hogy amikor megjelenik egy új hang a világba, akkor annak az első hírnökei lekaszálják ezzel a sikert. Tehát egy ilyen gitárt mondjuk áthangolsz mondjuk nyílt D-re, leveszed róla a felső húrt, akkor magától eljátsza az öt leghíresebb Rolling Stones számot. Mert a Richard is egy viszonylag lustig, amit lefogsz, tehát a hangszer eleve, a hangszernek nagyon fontos szerepe van abban, hogy milyen zene jön belőle ki. Csomó mindent rá lehet erőltetni, de valami szívesen jön, és egy török hangszer egyből úgy szólal meg, egy marimbából egyből azok a dolgok jönnek,
És ez így valahogy a hangszer is inspirál. És imigyen igaza van a Mátyásnak, hogy azok a szintik, meg azok a dolgok, ott azonnal le lehetett vadászni ezt a nagy dolgokat, mert még friss volt ez az eszencia. És azt adta a hangszer.